Augusztus közepén Nyíregyházán a Derkovics utcán készültek ezek a felvételek, egy rolleres kislányt ütöttek el a zebrán. A gyermeket a mentők ellátás után súlyos sérülés gyanújával szállították kórházba. De nem ez volt az egyetlen komoly baleset, amelyben rollerrel közlekedő személy is érintett volt. Ennek egyik oka, hogy az elmúlt években drasztikusan megnőtt ezeknek az eszközöknek a száma. Országosan a eddigi idézőjelben vásárolt, Magyarországon vásárolt és forgalomba került rollerek száma a közel 200 ezer darab számot érte el, és ehhez még a becslések szerint több mint 100 ezer darabot külföldről behoztak, tehát országosan több mint 300 ezer roller valószínűsíthető, hogy az országban van. Ugye ennek a százalékos aránya a megyénkben is lecsapódott, városunkban is lecsapódott, és még talán engedjük meg ezt, hogy ki kelljen mondani, hogy gyakorlatilag státuszszimbólummá vált már, hogy valakinek, ha nincs e-roller, a családban legalább egy vagy kettő, vagy nincs és nem azzal fog a gyerek iskolába menni, akkor az már egy kicsit olyan hátrányosnak tűnő, és egy státuszszimbólum lett abból, hogy van e-rollerem. A tanévkezdés pedig azt is jelenti, hogy ezek az e-rollerrel rendelkező fiatalok egyszerre fogják elárasztani az utakat. A szülők azonban sokszor nem tudják megfelelően felkészíteni a gyerekeket az elektromos rollerrel való közlekedés szabályaira. Az elsődleges az, hogy a kedves szülő mutassa meg a gyereknek, hogy hol kell közlekedni, mi a kereszt szabály adott helyzetekben, mint kereszteződésben, illetve gyalogátkelő helyen, vagy kerékpáros úton, vagy kerékpáros átvezető helyeken a keresztülési pontokban, feltéve, ha tudja a szülő is, mert sajnos ott a probléma, ugye az oktatás során úgymond kategória bővítésnél, tehát egy B meglévő jogosítványnál egy nagy motor kategóriát akar a felnőtt végezni, és itt szembesülünk azzal, hogy gyakorlatilag hiába van 10-20 éve jogosítványa a személygépkocsiból, a kereszt szabályai nagyon messze állnak tőle. Az elektromos rollereket és használóikat hasonlóan a kerékpárokhoz nem lehet beazonosítani. Az eszközök hangtalanok és nagy sebességgel közlekednek, ez pedig egy komoly baleseti veszélyforrás.